Mondom, tisztelet a kivételnek, hogy miről vitázunk, hogy miről van szó a másnapi parlamenti ülésen. Ez elképesztő, ezt másfél év alatt sem lehet megszokni. Ezt 4 év alatt, 8 év alatt sem lehet, gondolom én, megszokni, legalábbis én biztos, hogy nem fogom. Ezért nem tudom elfogadni azt, amikor méricskélik egymáshoz a mostani kormánypártiak az előzőek teljesítményére saját magukat, hogy 2 vesszőhibát ők engedtek kijavítani, ők pedig nem engedtek. Minket ez nem érdekel. Ez nem vezet a rendszerváltás felé, hogyha 2 vesszőhiba helyett 3-at engednek majd kijavítani. Sokkal inkább a rendszerváltás és a jogalkotás rendszerváltása felé mutatna végre az, hogyha mondjuk a szabálysértési törvény módosítása során már tavaly egy csomagban be tudták volna emelni adott esetben a mostani előremutató elképzeléseiket is. Most viszont azzal az elképesztő indoklással hozzák be a módosításokat, hogy bizonyos kitételek nem felelnek meg a tavaly önök által elfogadott törvényben már a jelenkor követelményeinek, tehát fél év átfutással önök saját magukat módosítják. Egy nagyon jó példa erre, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos, ebbe az előterjesztésbe elrejtett, és egyébként nagyon fontos témakör, ugye a felvonók és mozgó lépcsők létesítéséről, üzemeltetéséről szóló szakasz. Én magam Óbudáról jövő képviselőként ezt nagyon fontosnak tartom, ahonnan én jöttem, ott is több ezer lakást érintő problémáról van szó, nagyon sok lépcsőházban működik. Ilyen országos szinten is több százezer embert érint. Ez az egybekezdés, amit még egyszer mondom, a kormánypárti képviselők többsége véleményem szerint nem is látott, aminek a lényege az, hogyha ezen gépek rendeltetésszerű használatára vagy alkalmasságának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat elmulaszt az üzemben tartó, akkor műszaki biztonsági hatóság 50 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja. Hozzáteszem, itt is, és a többi esetben is egy nulla elférne a büntetési tételek összegek végére, hiszen több 10 milliós beruházásokról is beszélhetünk adott esetben, ha csak egy társasházrendszernek a felszereléséről beszélünk. Egy 50 ezres tétellel büntetné olyat, aki emberéleteket veszélyeztetve mondjuk egy lift vagy egy felvonó, egy mozgó lépcső vagy mozgó járda létesítését hibásan valósítja meg. Nem komoly, nem életszerű. És ugyanez a nem életszerűség merül fel akkor is, amikor megkérdeztük, hogy hát hogy kerülhetett ez és egyéb intézkedések ide, miért nem lehetett ezt rendszerben, tisztességesen, átgondoltan, egymásra épülő logika alapján lefektetni. Majdnem szó szerint próbálom idézni, hát keresték a helyét ennek a rendelkezésnek, nem nagyon találták, ezért berakták a fogyasztóvédelmi törvénybe. Boom. Tehát ez a jogalkotás jelen pillanatban Magyarországon 2012-ben, és amikor ide eljutunk, akkor megint csak vissza kell utalnunk arra, amit most ezek a rendelkezések módosítani kívánnak, tehát a tavalyi szabálysértési törvény bizonyos kitételeire, például a 20-ról 50 ezer forintra emelkedő szabálysértési érték határa. Megint csak a való élet nyomon követésére szeretném kérni képviselőtársaimat. Nagyon sok megyében sportot űztek a bűnözők, a társadalomtól még el nem zárt bűnözők abból, hogy 19 félért tankoltak a benzinkúton, aztán elhúztak onnan nagy robogva, mert tudták, hogy ha rajta kapják vagy elkapják őket, akkor is csak szabálysértéssel kell, hogy szembesüljenek. Most azzal, hogy ez a 20 ezres értékhatár 50 ezerre emelkedik, bizonyos tekintetben én értem az emögött álló szándékot, hogy egy elzárással is sújtható volt már a korábbi szabályok alapján az, aki szabálysértésre vetemedett. Adott esetben az általam a való életből ragadott példa tekintetében egyáltalán nem biztos, hogy az a végeredmény, amit akár önök is szerettek volna fél évvel ezelőtt, tehát, hogy ezen szabálysértési formák visszaszoruljanak, és a bűnözők megkapják azt, amit megérdemelnek. Sokan kifogásolták itt a vita során azt, hogy hát itt a szankciók növeléséről, erő alkalmazásáról van szó, én ennek örülök. Rendpárti ember lévén azt kell, hogy mondjam, hogy ez lenne egy normális irány. Nagyon egyszerűen összefoglalva az álláspontomat, azt tudnám mondani, hogy nem kell bodzát szedni a tilosban. És akkor nincsen probléma. Magyarországon ugyanis az a helyzet, hogy nagyon sokáig szabálysértés címere alatt, vagy pedig elkent bírósági ítéletekkel meg lehetett úszni olyan a társadalommal szembe menő bűncselekményeket és cselekményeket, amelyek olyan szintre rombolták le a közmorált, hogy az bizony már közbiztonsági, nagyon súlyos állapotromlást eredményezett, az kivándorlást eredményezett bizonyos régiókból, ezáltal a teljes magyar társadalmi szerkezet egészséges mi voltát bontották meg. Tehát egy nagyon súlyos, nagyon komoly kérdésről van szó, akkor, amikor ugye a bodzaszedésből elindulva eljutunk oda, hogy hogy tudnak elnéptelenedni magyar falvak, magyar régiók. És pontosan itt elhangzott az MSZP pacsoraiból az, hogy hát az Orbán féle másfél-két éves gazdaságpolitika eredménye az a nagyon súlyos társadalmi helyzet, amiben vagyunk, ahol ezek a szankciók most felmerülnek.
Hát azért álljunk már meg egy pillanatra, itt azokat kell, hogy tekintsem a fő bűnösöknek, akik az úgynevezett megélhetési bűnözés fogalmát engedték a közbeszédbe beszivárogni. Ez egy olyan aljas terrorcselekmény volt Magyarországgal szemben és a magyar nemzettel szemben, amihez foghatót az utóbbi évtizedekben nem találunk, hiszen feljogosított embereket és legitimációt, vélt legitimációt adott számukra a tekintetben, hogy következmények nélkül lerabolhatják Magyarország teljes régióit, és most már teljes megyékről beszélünk. És ennek köszönhetően alakulhatott ki az a helyzet, hogy míg Kelet-Magyarországon a megélhetésének csúfolt és mindennapi bűnözés dívik, tehát már mondjuk nem lehet termelni a földeken, mert a kisebbség éjjel elprivatizálja a termést, addig Nyugat-Magyarországon pedig gazdasági eszközökkel, mondjuk a zsebszerződések által ugyanez zajlik, és a teljes magyar rendvédelem tehetetlennek mutatkozik. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy a magyar rendőrség bizonyos településeken megbukott, és államtitkár úr kér egy két percest, és egyébként köszönjük, hogy egyáltalán reagálnak erre, hiszen ezt manapság önöknek már meg kell köszönni, mert nem szokásuk. Akkor azért nincs igaza államtitkár úrnak, mert itt nem a magyar rendőrök buktak, meg nem a tisztességesen dolgozó és a hazájukat védő szolgálatot teljesítő emberek, hanem a mögöttük álló kormányzati szándékok, az a támogatottság bukott meg, amelynek értelmében tudja államtitkár úr, hogy milyen helyzet állt elő Kerecsenden. Az volt a helyzet, hogy amikor a bűnözők megérkeztek, akkor a helyi károsultak már nem elsősorban a rendőrséghez fordultak, hanem felhívták mondjuk a helyi mezőőrt azért, mert tudták, hogy a segítség onnan hamarabb várható, pontosabban várható. Vagy volt, hogy sajnálatos módon a rendőrség ki sem jött, ki sem érkezett. Erre odament egy jobbikos országgyűlési képviselő, ettől nagyon megijedt a helyszínen és a környéken mindenki, azóta pedig járőrkocsi grasszál a településen. Tehát egy ilyen kiváltó magatartás hatására valóban időlegesen helyreáll a rend, más településeken is elmondható, hogy a Magyar Gárda Mozgalom és a Szebbjövőért Polgárőr Egyesület volt az, amely valóban felhívta a figyelmet egy létező problémára. Nem lett volna igény a Magyar Gárdára vagy a Szebbjövőért Polgárőr Egyesületre, hogyha a rendőrség tisztességesen el tudta volna látni a dolgát. És nem gonoszságból nem látta el a dolgát, vagy nem törődömségből, hanem mert hiányzott mögüle kormányzati háttér, akarat és a források. És ez nem csak az önök ciklusában volt így, ez az azt megelőző 8, de még az azt megelőző további 4 év alatt is így volt. Ezért állhatott elő ez a helyzet, hogy teljes régiók néptelenedtek el, vagy a születő gyermekek száma az egy olyan drasztikus szintre csökkent, hogy a megmaradás kilátásai enyhén szóval bizonytalanok. Tehát rendszerben kell gondolkozni, kérem, hogy ne vagdalkozzanak vissza azonnal egy ilyen vádra, hiszen ezek alapos vádak, a való élet ezeket alátámasztja. A kerecsendi példa bizonyítja, hogy ott bizony a magyar rendfenntartás megbukott, a település határain véget ért a rend, onnantól Western és Chicago volt az állapotokra jellemző szint, és ezt aztán sikerült egyébként civil kezdeményezéssel valamilyen úton módon visszaállítani, de államtitkár úr arra válaszoljon, hogy az a károsult polgár, aki ott él, az miért a mezőrt hívta, és miért nem a rendőrt? Erre az egyszerű kérdésre tessék nekem egy olyan elfogadható, életképes magyarázatot adni, ami alátámasztja azt, hogy valóban rend van ezen a környéken, ebben a régióban. És miért van az, hogy miután egy jobbikos országgyűlési képviselő meglátogatja ezt a régiót, azt követően van járőrkocsi, előtte meg nincsen. Ezekre az egyszerű kérdésekre keresik a magyar állampolgárok a választ, nem akarnak nagyobb megfejtéseket, nem arról akarnak hallani, hogy hány embert avatnak önök a hősök terén. Nem ez a fő kérdés az átlagosan élő, egyszerű magyar ember számára. Azokról beszélek természetesen, akik dolgoznak, adót fizetnek és tisztességesen kívánnak élni, tehát nem azokról, akik a társadalmi és szociális védőhálón élősködnek valamilyen formában. Az is látható ugyanakkor, amikor az MSZP arra hivatkozik, hogy az orbáni gazdaságpolitika, amely valóban súlyos károkat okozott, de hogy ez idézte elő önmagában a jelenlegi társadalmi katasztrófát, hát enyhén szólva meg kell, hogy fogják magukat ezek a falak és a plafon is, hogy ne szakadjon ránk, hiszen itt nagyon súlyos állítás ez azok részéről, akik az úgynevezett megélhetési bűnözés fogalmát engedték leszivárogni a magyar társadalom legmélyebb szöveteibe is, és ezzel óriási károkat okoztak nekünk. De visszatérve még pár konkrétum tekintetében azon előterjesztésre, ami előttünk fekszik, itt bizony felmerültek olyan aggályok, és hogy jaj, mi lesz akkor, hogyha a jegyző kezéből bizonyos jogköröket, ugye ez az előterjesztés kiemel, és a kormányhivatalok kezébe helyezi azokat. Én azt mondom, hogy ez nem feltétlen önmagában való probléma, hiszen gondoljunk csak a családi pótlékok megadásának vagy elvételének a helyzetére, amikor is ugye a jegyző kezében volt egy olyan jogkör, hogy bizonyos jelentési kötelezettség terhe mellett
előidézhette azt a helyzetet, hogy a családi pótlékot megvonják bizonyos kompániáktól vagy családoktól. Itt a családok sok esetben behatárolhatatlanok, hiszen mindenki rokon a mindenkinek bizonyos településeken. És az lett a dolog vége, hogy hiába volt meg mondjuk az 50 óra igazolatlan hiányzás, vagy hiába kellett volna elvenni azt a csépi összeget vagy segélyösszeget, a jegyző nem mert intézkedni, hiszen helyben élt, és a fejébe vágták volna a baltát, hogyha ezt megteszi. Tehát bizonyos esetekben nem baj az, hogyha kormányhivatalok kezébe kerül adott esetben egy ilyen lehetőség. Itt az a kérdés, hogy hogy fog a kormányhivatal ezzel bánni a későbbiekben. Nyilvánvaló, hogy ezen székből jelen pillanatban erre vonatkozó garanciákat még nem lehet adni, és kérni is nehéz, aggályokat lehet megosztani. De van ám egy még súlyosabb terület, ez pedig az úgynevezett fa lopások esete, az erdőket érintő előírások, ahol ugye mi nem csak hogy támogatjuk azt, hogy a büntetési tételek növekedjenek, hanem itt is egy nullás szorzót tennénk a végére, ezzel kapcsolatban be is adtuk az a szükséges módosító indítványunkat. Ugyanakkor benne maradt egy nagyon érdekes kitétel, mely szerint azt az embert is meg lehet bírságolni, aki a saját erdejében bizonyos állagmegóvási vagy gyűjtési munkálatok során adott esetben elfelejt eleget tenni bejelentési kötelezettségének, ugyanúgy bírságolható az önök elképzelései értelmében, mint aki állítólagos megélhetési bűnözőként más birtokára, portájára behatol, ott összegyűjti azt, amiről úgy véli, hogy neki jár, vagy neki szüksége van rá, és elviszi haza, magyarul lop, rabol, és rombolja a magyar társadalmat. Én nagyon nem tennék egyenlőségjelet ezen két jelenség közé, hiszen az a helyzet, hogy az egyik esetben egy jogkövető állampolgár, vagy építő szeméről van szó, a másik esetben pedig egyértelműen a társadalom egyik kártevőjéről, akivel szemben szankciót kell foganatosítani egyértelműen. És amikor arról beszéltünk, itt ezen vita során is sokszor, hogy igenis a Jobbik támogatja a mezőőrségekre vonatkozó elképzeléseket, támogatja azt, hogy a Magyar Gárda mozgalom nemcsak hogy a rehabilitációját érje, de végre láthassa el azt a feladatát, amire létrejött, de lehet-e szebb jövőért polgárőr egyesület is, nevezhetjük akárhogy, csak azt az alulról jövő társadalmi igényt végre hagyjuk kibontakozni, ami az önvédelemre vonatkozik. Nem véletlen, hogy ez a társadalmi igény megvan, hiszen senki nem elégítette ki az utóbbi 21 év során. Ez magától alulról jött létre, és ezek az emberek tömegesen azért támasztottak igényt, akár a Magyar Gárda mozgalom, akár a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületre, mert úgy érezték, hogy az adott létfeltételeik azok nem kiszámíthatóak, nem bizonyosak, akár létükben, akár jövőjükben érezték magukat fenyegetve, veszélyeztetve. És ez ellen egy tisztességes kormánynak kutya kötelessége fellépni, még akkor is, hogyha esetleg ideológiailag nem ért egyet azokkal, akik a későbbiekben nyilvánvaló módon felkarolták ezt a kezdeményezést. Mi nem azt várjuk, hogy a kormányzat mindenben viselkedjen jobbikosként, nem is lenne képes rá. És nem is biztos, hogy ez baj. Lesz majd egy Jobbik kormány, az elintézi ezeket a problémákat. De a helyzet az, hogy az alulról jövő társadalmi igényeket, amik a biztonságra, a biztos megélhetésre és a tisztességes jövőre vonatkoznak, egyértelműen ki kell, hogy szolgálják önök is, hiszen erre kaptak felhatalmazást, erre szóltak azok a szavazatok, amelyeket önök is kaptak. Kerecsend környékén is ezért szavazott önökre az, aki ott önökre szavazott. És nem azért, hogy most azt mondják nekünk, a valósággal és az ott élők tapasztalataival ellentétben, hogy az államrend az totálisan és sikeresen működik, áll Kerecsenden, miközben nem áll. A cél egyértelműen az lehetne és az lenne, hogy Magyarországon nyugat-kelet viszonylatban is meg lehessen maradni, nyugaton ne kelljen az idegenek gazdasági ámok futásától tartani, keleten pedig a közbiztonság olyan mértékű leromlásától, hogy már sem háztáit, sem gazdálkodást ne lehessen tartani, folytatni. Tehát egyértelmű, hogy egy nagyon sürgős helyreállítási munkálat csomagba kellene kezdeni Magyarországon, a mi jobbító elképzeléseink is erre vonatkoznak, ezért kérjük, hogy fontolják meg őket, és cselekedjenek végre az szerint, ahogy már tavaly is kellett volna a szabálysértési törvény módosításai során. Most sem késő, kérem, hogy vonják le a tanulságokat ezzel kapcsolatban. Köszönöm a figyelmet.